Nagymányok új polgármestere 2018 óta dolgozik az önkormányzatnál, valamint Tőzsgyökeres Mányoki révén is szoros kapcsolatban van a lakókkal már évek óta. Az ambiciózus, lelkes vezető tele van tervekkel, hogy hogyan lehetne minél jobban fejleszteni a települést, illetve összekovácsolni a közösséget. A lakókkal való kapcsolattartás is nem azt mondom, hogy az én feladatom volt, de szinte minden lakossági kérés, panasz, ha nem is közvetlenül hozzám futott be, de nekem is részem volt a kezelésükben. Ugye sok esetben a városüzemeltetési csoport oldotta meg a problémájukat, és mivel én koordináltam őket, ezáltal tudtam a problémákról. Úgyhogy elmondhatom azt is, hogy a lakossággal gyakorlatilag én tartom a kapcsolatot. Ugyan az önkormányzat anyagi lehetőségei behatároltak, célja, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadhassanak a felújításokhoz, fejlesztésekhez. Két nagyon fontos beruházási projekt megvalósítása is helyet kap a tervek között. A brikettüzem, illetve a kőbánya ügye is kiemelt figyelmet kap a jövőben. Szívügyem a városüzemeltetés, a városnak a kinézete, és ezért önként vállalt feladatként így a műszaki ügyintézői munkakörön felül a városüzemeltetési brigádnak a koordinálását is a kezembe vettem. Kis létszámmal vagyunk, de igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy minél szebb legyen a településünk. De a város közösségi életében is aktívan részt vesz. Rengeteg tervük van a közművelődési központtal közösen arra, hogyan rendezzenek minél több, minél szélesebb réteget megszólító programokat.